Üdvözlünk a Vacsmodzsó Magyarország csatornáján, ahol ma az Unibet támogatásával a 10 legijesztőbb FPS horror játékot hoztuk el nektek. Sziasztok, én Zsombor vagyok, és ebben a videóban maradunk a horror videójátékos vonalon, és ezúttal azokat a játékokat nézzük meg, amik arcba mászóan ijesztőek. Leginkább a single player játékokra fogunk fókuszálni, hiszen ha többen nyomjátok, akkor az általában csökkenti a parafaktort. 10. Clive Barker's Undying. Már a címből is lehet sejteni, hogy ez a játék eszméletlenül ijesztő hangulattal és történettel fog kecsegtetni, hiszen Clive Barker a horror szakma egyik legjobbja. A Barker által írt FPS 1923 körül játszódik, és egy háborús veterán bőrébe bújhatunk, aki egy eléggé elcseszett kastélyban kezd el nyomozni. A kastély tulajdonosa és a testvérei még gyerekkorukban toltak egy okkult rituálét, amivel szabadjára engedtek egy átkat. Egyszer mint száz az átok végül végzett mind a négy testvérrel, és persze nekünk kell gondoskodni az ördögi szellemekről, no meg persze a nagyobb gonoszról is. Habár az Undying a maga korában rettenetesen ijesztő volt, sajnos az eladások nem remekeltek, így kukába dobták a konzolos átportolást, a multiplayert és a folytatás ötletét is. Kilencedik, Fear. Alma! If Fettel finds her. Origin. What the hell are you talking about? Who's Alma and what Origin? A Fear széria első játékában rengeteg fegyverünk és OP képességünk van, mint például az időlassítás. Ebből az jöhetne le, hogy a játékban mi vagyunk az Isten királyok, de hát ez közel sincs így. A legtöbb ellenfél nagyon okos és gyors, plusz még paranormális képességekkel is rendelkeznek. Ezekkel elég komoly hallucinációkat tudnak okozni, amiben mi csak elszenvedő alanyként veszünk részt, mert nem sokat tudunk tenni a dolog ellen. A life of waking from one nightmare. Only to find herself deep in another. Ráadásul a játék középpontjában egy olyan valami áll, amitől valljuk be, legbelül mind rettegünk. Egy eszméletlenül ijesztő és hátborzongató kislány. Az ő neve Alma Wade, egy roppant veszélyes telepata, aki egyetlen egy lehetőséget sem hagy ki, hogy halálra rémítsen bennünket. Nyolcadik, Condemned, Criminal Origins. Ha esetleg fétisetek lenne a félhomály, a hátborzongató gyilkosságok és a szűk terek, akkor ezt a játékot nektek találták ki. Mondjuk azért nagyon reméljük, hogy nincs ilyen köztetek. A játékban az FBI ügynök Ethan Thomas karakterébe bújunk bele, akinek egy pervers sorozatgyilkost kell elkapnia, aki még a gyanút is ránk tereli. A helyzet már így sem túl rózsás, de az izgalmat tetézik még a hallucinációk és egyéb finom csavarok. A játékot egyébként dicsérték a nagyon jól eltalált hangulata miatt, kifejezetten a hangdizájn terén, ami még a legedzettebb felnőtteket is tuti, hogy megizzasztja. Ó, és hiába vagyunk FBI ügynökök, fegyverből és lőszerből túl sokat nem látunk, szóval kénytelenek vagyunk közelharcokat vívni, amitől olyan érzésünk van, mintha tényleg az életünkért harcolnánk. Hetedik, Observer. A lengyel Bluebird Team folyamatosan próbál valami újat vinni a horror műfajába. Ott van például a Layers of Fear szériájuk, ami kétségkívül zseniális, viszont FPS terén a sci-fi pszichológiai horror Observer viszi a prímet. A történet egy járvány utáni Lengyelországban játszódik 2084-ben, ahol egy olyan nyomozót alakítunk, aki képes mások agyára csatlakozni. Ezzel a képességgel gyerekjáték a kihallgatás és a bizonyítékszerzés, amit be is kell vetnünk, hogy elkapjunk egy sorozatgyilkost. A játék horror faktora nem az erőszakosságban vagy a vérfagyasztó látványban, hanem ebben a képességben rejlik, hiszen elképesztően nyugtalanító dolgokat látunk a különböző karakterek elméjében.
Hatodik, Soma. A Frictional Games Soma nevű játékában minden elem megvan, hogy a frászt hozza ránk. Halálos AI? Pipa? Víz alatti létesítmény? Na-na! Nem lehet visszatámadni? Hát persze. A játékban egy kutatóállomáson ébredünk, ahol kiderül, hogy a világ nagy részét elpusztította egy meteor. Ezért a létesítmény mesterséges intelligenciája elkezdte valami elborult módon mutálni az embereket, hogy biztosítsa az emberiség túlélését. Can I help? It won't let me die. Nothing is about to die. Ezekkel a teremtményekkel és a játék horrorisztikus elemeivel elég nehéz szembeszállnunk bármiféle fegyver nélkül. Szóval lényegében csak menekülni tudunk és imádkozni, hogy valahol jól elbújhassunk. Egyébként ebben a játékban sem a véres dolgok dominálnak, és nem is ettől olyan ijesztő, hanem a történettől, a hangulattól és a sötét érzelmektől. Ötödik, Outlast. Talán nincs is vérfagyasztóbb, mint egy pszichiátrián ragadni egy horrorjátékban. Ráadásul egy belső nézetesben. Az oknyomozó újságíró Miles Upshur kap egy fülest, hogy a Mount Massive-ben könyörtelen körülmények folynak, ezért úgy dönt, hogy meglátogatja a létesítményt. Sajnos se társakat, se fegyvereket nem visz magával, mondjuk nem is tudta, hogy már a betegek uralják a kórházat. No offense to the man, but I sometimes worry he might just be a little bit crazy. Egyetlen dologra támaszkodhatunk, mégpedig a kameránkra, amivel láthatunk a sötétebb helyeken is. Viszont ez jobban fogyasztja az aksit, szóval nem árt spórolni vele. A rengeteg jumpscare-rel és üldözésekkel megfűszerezett Outlast nem titkolt célja az volt, hogy halálra rémítse a játékosokat, és ezt bőven túl is teljesítette. Negyedik, Amnesia, The Dark Descent. Don't forget, some things mustn't be forgotten. The shadow hunting me, I must hurry. Hú, azok a régi szép idők, amikor az egész YouTube tele volt az amnézsás végigjátszásokkal és reakciókkal. Daniel bőrébe bújva az a feladatunk, hogy összerakjuk az amnéziás főhős múltját. Mindeközben persze szörnyek üldöznek, akiktől lehetetlen megszabadulni, szóval az egyetlen opció a futás és a bujkálás. A hangulatot csak fokozza Daniel elmeállapota, ami javul vagy romlik attól függően, hogy mennyi ideig vagyunk a sötétben, vagy hogy mennyi ideig sasoljuk a szörnyeket. Minél kattosabbá válik Daniel, annál többet hallucinál, és így annál több szörnyet is látunk. Az Amnesia tökéletesítette a horror és a bujkáló játékmenet kombinációját, ami évekig inspirált számos más játékot is. Ó, és ha újra előszednétek, friss és tiszta fehér nemű mindenképpen legyen bekészítve. Harmadik, P.T. PT-hez talán egy külön kategória kellene. Nem egy teljes készjáték és nem is nevezhetnénk demónak, hiszen mindössze ennyi maradt meg az elkaszált Konami Silent Hills játékból. Cserébe ez a valaha készült egyik legijesztőbb játék, szóval muszáj volt beletennünk a listába. A titokzatos előzetes azonnal lázba hozta a játékosokat, amiben látszólag körbe-körbe járunk ugyanazon a helyen. És itt jön a csavar, hiszen a hangulat egyre idegörlőbbé válik, attól függően, hogy mit teszünk a környezetünkkel. A képi világ egyre ijesztőbb lesz, és végül egy nem túl barátságos szellem is megijeszt bennünket, amiből tonna számra készültek a reakcióvideók. A PT és a Silent Hills halála a játékipar egyik legnagyobb vesztesége, hiszen kétségtelen, hogy a teljes verzió valami egészen különleges lett volna. Második, Resident Evil 7, Biohazard.
Miután visszaestek az eladások, a Resident Evil készítői húztak egy bátrat és egy teljesen új irányba vitték el a játékot. Ez volt az első játék a szériában, ami belső nézetes volt, lapátra tették a komplex történetet és a karaktergárdát is jelentősen megváltoztatták. Így Ethan Winterst irányíthatjuk, aki kétségbe esetten keresi az eltűnt feleségét, az útja pedig a franchise egyik legijesztőbb helyére vezetett. A B-körház elhagyatott fénynek nyoma sincs, ráadásul ez ad otthont az egyik legbetegebb fikciós családnak. Szinte minden egyes pillanatot átszű a zsigeri félelem, az ellenfeleink durván kemények és a meghozott döntéseinek később nagy jelentőségük lesz. A játék vége tény, hogy kicsit lapossá válik, de az addig megszerzett élmények mindenért kárpótoltak bennünket. Mindjárt a végére érünk, viszont ha még nem tetted, ne felejts el feliratkozni, hiszen minden nap kerül ki új videó a csatornára, majd nyomd meg a kis harangombat is, hogy elsőként értesülj legújabb tartalmainkról. Első, Alien Isolation. Habár ez a játék egy jól bevált horror karakterre épít, de a sikert nem csak ennek köszönhette. A játékban Ellen Ripley lányát irányíthatjuk, aki az eltűnt anyját keresi kb. 15 évvel az eredeti film után. Ha valaha is elgondolkoztatok azon, hogy vajon hogyan birkoznátok meg az egyik aliennel, az Isolation megadja a választ. Szinte sehogy. Szinte esélytelen védekezni az üldözőnk ellen, akit a játékipar egyik legokosabb mesterséges intelligenciájával vérteztek fel a készítők. Ráadásul a nehézség is a malmára hajtja a vizet, hiszen így a túlélésre, a türelemre és a nyugodtságra kerül a hangsúly. A xenomorfoknak megállíthatatlan gyilkológépeknek kell lenniük definíció szerint, az Isolation pedig tökéletesen hozza ezt. Nektek mi volt a legextrémebb élményetek horrorjáték közben? Jöhetnek a sztori kommentben, nézzétek meg korábbi tartalmainkat is, illetve most már jelen vagyunk Facebookon és Instagramon is, szóval kövessetek be minket azokon a platformokon is.